Jó reggelt kívánok 2021. november 5-én pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te segítesz nekünk elcsendesedni. Köszönjük, hogy sokszor olyan sok mondani valunk van, hogy alig bírjuk magunkba folytani, és ilyenkor te hajlandó vagy utat mutatni, hogy mi az, amit mondjunk, és mi az, amit nem mondjunk. Máskorolunk, arig tudunk szóhoz jutni, meg se tudunk szólalni, de hogyha figyelünk a te igédre, akkor ilyenkor is egy-egy igével tudsz bátorítani bennünket. Kérünk Istenünk, hogy ma reggel is hadd értsük meg, hogy mi a te akaratod az életünkbe. Hadd tudjunk a te igédre figyelni. Szeretnénk a te kezedbe tenni a közelgő hétvégét is. Megköszönjük az elmúlt hetet, és kérünk, hogy te légy velünk a hétvégén is. Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelét, a 5. részből a 3. verstől a 16. verssel bezárólag a következőképpen. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig egy özvegyasszonynak vannak gyermekei vagy unokái, akkor ezek először azt tanulják meg, hogy saját családjukról istenfélő módon gondoskodjanak, és hálájukat szüleik iránt így róják le, mert ez kedves Istennek. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. A kicsapongó pedig már életében halott. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy fedhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet és rosszabb a hitetlennél. Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 60 évesnél, aki egy férfi felesége volt, aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, gyermekeket nevelt fel, vendégszerető volt, a szentek lábát megmosta, elesetteken segített, mindenféle jó cselekedetre kész volt. A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert ha feltámad bennük a vágy, hogy férjhez menjenek, elfordulnak Krisztustól. Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték. Ráadásul semmittevők is, akik megszokták, hogy házról házra járjanak, de nem csak semmittevők, hanem fecsegők is. A más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra, mert egyesek már a sátánhoz hajoltak. Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, lehetne mondani azt, hogy hát én nem vagyok özvegy, miközön van ehhez az ige szakaszhoz. Hát azt, hogy lehet, hogy nem vagy özvegy, de még lehet. Nem számíthatjuk ki. Nem tudjuk megmondani, hogy a házastársam vagy én fogok előbb elmenni a minden földi útján. Ezért nem mindegy, hogyan gondolkodunk az özvegyekről elsőrenden. Másodrenden, mert felelősségünk van az özvegyek felé. Megpróbáltam megkeresni, hogy honnan származik ez a szab, magyar szavunk, hogy özvegy, de az etimológiai szótár nem tudja. Ugyanakkor ki is az özvegy? Az, akinek a házastársa elhunyt. Azt kell mondjam, félember. Ketten együtt voltak egy egész. Úgy alkottak egy szövetséget. Egy félbetört szövetség, egy szétszakadt szövetség, és éppen ezért sebezhetőbb, persze sok mindent jobban el is tud tűrni és viselni, de egy olyan állapot, ami hiányt mutat, és majd a mennyek országában fog kiegészülni. Legyen Isten vigasztalása az özvegyekkel. Ráadásul az ókori keleten, hogyha valaki nőlétére maradt egyedül, az egyenlő volt azzal, mintha koldusbotra jutott volna, hiszen magát nem tudta csak úgy eltartani. Nem véletlenül figyelmeztet először is arra Pál apostol, hogy a gyermekek gondoskodjanak a szüleikről, és a hálájukat ezzel fejezzék ki. Ma is igaz, kedves testvérem,
Azzal fejezd ki a háládat a szüleid iránt, hogy gondoskodsz róluk. És most nem fogok lelkiismeret fordulást kelteni, hogy miért tetted idősek otthonába meg ehhez hasonlók. A gondoskodást sokféleképpen meg lehet valósítani, és azt nem kellene még csak törvénybe se foglalni, hogy a szülőtartás az gyakorlatilag a keresztjéni erkölcsön kell, hogy nyugodjon. Hiszen aki felnevelt minket, természetes, hogy az élete végén pedig én próbálom gondját viselni. Kedves Isten előtt az, hogyha lerobom a szüleim előtt a hálámat és a szeretetemet. Az ókori keleten viszont nem csak olyan özvegyek voltak, akik csak úgy lógtak a világba, hanem olyanok, akik a gyülekezethez tartoztak. A gyülekezetben özvegynek lenni státuszt jelentett, tisztséget jelentett. Még csak nem is olyan, mintha ma azt mondanánk, hogy valaki presbiter vagy diakónus, hanem egy olyan helyzetet, egy olyan állapotot jelentett, amiben a gyülekezet eltartja azt a gyülekezeti tagot, aki özvegyé lett. Ennek viszont különböző feltételei voltak, hogy valaki ezt a tisztséget úgymond megkaphassa. Egyrésztről hívő életet kellett korábban élnie. Nem lehet csak úgy bárki mindenféle pozitív előéret nélkül a gyülekezetben az özvegyi státusz jogosultja. És ehhez kapcsolódott, hogy hitben kellett elhordoznia ezt a keresztet, ezt a nehézséget. Korábban ezt olvastuk, a valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben, imádkozásban, éjjel és nappal. Kedves özvegy testvérem, Istenben reménykedsz-e és tudsz-e éjjel-nappal imádkozni? Ez az elsődleges ismérve annak, ha valaki elfogadta az özvegységét, és Isten kezébe bele tudott simulni. Ott is akkor abban a gyülekezetben az volt a szokás, hogy az özvegyek fogadalmat tettek. Éppen ezért intipál Timóteust, hogy úgy rendelje el, hogy 60 éves kor fölött tegyenek valakit csak hivatalosan özvegyi, illetve özvegyi fogadalom hordozóvá, az alatt pedig menjen férjhez újra az asszony. Minden kornak megvan a maga kihívása. Én azt gondolom a mai kornak is. A mai igen magyarázathoz nem véletlenül olvassuk a következőt. Az apostol a szeretett szolgálat gyakorlásában is gyakorlati megfontolásokat tesz. Csak ott vállal a gyülekezet szolgálatot, szeretett szolgálatot, ahol a segítség másként nem oldható meg. Ahol az özvegynek vannak gyermekei vagy unokái, ott azok gondoskodjanak az özvegyekről. A fiatalabb özvegyek vállaljanak munkát, menjenek férjhez, gondoskodjanak magukról. Úgymond indokolatlanul, kényelemből, lustaságból senki ne terhelje a gyülekezeti szeretett szolgálatot. Ez ma is fontos szempont. Az apostol ki is mondja, hogy aki nagyon ráér pletykálni, más dolgába avatkozni, az kihasználja a másik krisztusi szeretetét, és ez bűn. Vannak olyanok, akik csak azt nézik, mit kaphatnak, de nem jut eszükbe sose, hogy ők mit adhatnak. Mindenkinek van valamije, amiből tud a másiknak adni. Ha túllépünk az özvegyeknek a körén, akkor elcsodálkozhatunk, hogy egyeseknek mennyi idejük van. Még panaszkodni és zavart kelteni is. Ezzel az energiával maguk már régen tehettek volna érdemben valamit annak a problémának a megoldásáért, amiről éppen fröcsögnek, írja Steinbach József. Egy történet jut eszembe, amikor a folyton pörgő hívőhöz odamegy egy másik gyülekezeti tag, és azt mondja, jaj, kedveském, miért fáradozol te ilyen sokat? Mire a válasz így hangzik? Azért, mert te olyan keveset teszel. Te mit teszel a gyülekezet ügyéért? A mai napon látogass meg egy özvegyasszonyt, vagy hívd fel telefonon özvegyasszonyokat. Mert kedvesek az Isten szemébe, és nagy szolgálatot végeznek az Isten országában. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük, hogy számodra nincs fölösleges ember, nincs fölösleges élet. Addurunk, hogy ezen a mai napon tudjuk hitünket és bizalmunkat még jobban beléd vetni. Segíts bennünket arra, hogy olyan életet éljünk, ami kedves te előtted.
Áld meg kérünk a hétvégénket, gyógyítsd a betegeket, őrizd az egészségeseket, és legyen meg mindenben a Te akaratod. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Áldott napot és áldott hétvégét mindenkinek!